Örülök, hogy Isten nem annak lát, aminek látszom, olvasható Szikszai Szabolcs könyvében. Az Újra gondoló blog bejegyzéseiből jelent meg válogatott kötet a Harmadkiadó gondozásában Élethinta címmel. A június 14-i könyvbemutatón Seben Glória evangélikus lelkész, pszichológus és Köntös László, a Dunántúli Református Egyházkerület főjegyzője beszélgetett a szerzővel. Szikszai Szabolcs az Újra gondoló blog bejegyzéseiből válogatott könyve olyan utat mutat, melyet csak egy viaskodó, önmaga útját kereső, megszokásokkal vitába szálló református lelkész tud. Felvállalja a problémákat, de ragaszkodik a zsinór mértékhez, azaz Jézushoz és a Szentíráshoz. A szerző 2010 szilveszterén indította a blogját, melyen érzelmekkel és kérdésekkel teli vallomásait teszi közzé. Azt hiszem, hogy nem csak az olvasók vannak úgy velem, hogy azt gondolják, hogy már ismernek, hanem én saját magammal is így vagyok. Ebben a könyvben, az Élethinta című könyvben írok is erről, hogy olyan dolgokat értettem meg és írtam le, amelyeken érzelmileg vagy lelki folyamatokban később mentem át. Már régebbi időktől gondoltam arra, hogy az önismeret valami olyasmi, hogy magamról tudok úgy gondolkodni, mint egy másikról. És megpróbálom megérteni azt a másikat, aki én vagyok. Ez azt jelenti, hogy a szerző önmagát is próbálja megismerni, tehát én is azt hiszem, hogy ezzel mindannyian így vagyunk, vagy hogyha rálépünk az önismeret útjára, akkor így leszünk ezzel. De kell ez egy perspektíva, és nekem ez elsőként az Istennel történő kapcsolatom, mint viszonyrendszer segített jobban megértenem magamat, és megismerni, ki vagyok én. És a másik az olvasó, hogyha valaki régen olvasta a dolgot, vagy jó óta olvassa, akkor talán emlékszik a Beszélő tükör című bejegyzése, amiben elég sokat beszélek erről, tehát hogy az olvasó, mint tükör, amiben megpróbálom megismerem saját magamat, mert vissza tükröz valamit belőle, illetve egy másik helyen arról beszélek, hogy az írás önmagam lemeztelenítése, és azért félelmetes, egyébként valóban félelmetes dolog írni, hogyha személyesen írunk, vagy személyes dolgokról, mert az olvasó hamarabb rájöhet valamire velem kapcsolatban, mint én saját magam. És azt hiszem, hogy meg is történt több esetben, utólag beszélgetések formájában. Tehát, hogy mivel én benne vagyok, nem látom csak a saját perspektívámból azt, amiről írok önmagamat, vagy az Istennel kapcsolatomat. Valaki, aki külső szempontból olvassa azt, amit leírtam, hamarabb megérti, hogy ki vagyok én, mint én saját magamat. A most megjelent gyűjtemény bepillantást enged a református lelkipásztor gondolkodásába, abba, hogy lehet és kell önmagunkkal, környezetünkkel építően viaskodnunk. A rövid fejezetekben megismerhetjük a szerző önmagáról és környezetéről kialakult véleményét, olvashatunk a világ kérdéseiről, az önismeretről, de az egyház kritikája is megfogalmazódik. Köntös László a bemutatón kiemelte, hogy a szövegekben érezhető egy magas szintű intellektuális igény, mely megemeli a tartalmat. A református püspök helyettes, a Reposzt egyik szerkesztője hangsúlyozta, hogy Szikszai szövegeinek lényegi eleme az erős mondatok alkalmazása, így többek között olyan kritikákkal találkozhatunk a könyvben, hogy ha az egyház olyan, amilyen, akkor Isten nem létezhet. Köntös nyomatékosította, hogy Szikszai nem fordul el a tanítástól, hiszen hitéhez hűen reformátori lelkülettel vizsgálja önmagát, egyházát és a körülötte lévő világot. Ami még nagyon elgondolkodtam, az, hogy tényleg ezek online születtek ezek a szövegek, és most, hogy itt van az offline-ban, tehát hogy meg lehet szagolni, meg kézbe lehet venni ezt a könyvet, vajon mitől mások ezek a szövegek, hogyan kezdenek el majd viselkedni velünk. Az egyház történetből nekem nagyon kiemelkedő a Szabi írásmódjának egy fontos előzménye, ami a kereszténység egy nagyon korai szakaszából származik, és ahol ez az önmagamra reflektálás, meg a pszichológizálás, ahogy ma mondanánk, és a teológia nagyon szorosan együtt van, ez pedig Szent Ágostonnak a vallomásai.
Tehát, hogy elnézést a merész párhuzamért, de hogy én abszolút rokonítani tudtam ezt a műfajt, amiben alkotsz a vallomásokkal, mert hogy én ott is azt láttam, amiről az elején beszéltél, hogy elvileg ugye önmagáról írja Ágoston ezeket a vallomásokat, mégis, hogyha kézbe vesszük és elolvassuk, akkor önmagunkkal is találkozhatunk azokkal a szövegekkel. És ez azért van, mert hogy Ágoston Isten elé helyezi magát, Istenhez beszél, de ő maga is kitér egyébként a vallomásokban, hogy nem azért beszél Istenhez, mert hogy Istent fel kellene világosítani arról, hogy ő benne mi történik, vagy ő milyen, vagy milyen volt, és milyen lett, hanem egyfelől önmagának van szüksége ezekre a vallomásokra, másfelől pedig gondol azokra az olvasókra is, akik majd kézbe veszik ezt a könyvet. És ez nagyon rezonál arra, amit az elején mondtál arról, hogy az olvasóra is gondol, meg hogy ő is tükröt tart, de a legfőbb tükör számomra az Isten, akiben megértem önmagamat. Az Élethinta című könyvet elsősorban azoknak ajánljuk, akik szeretnék újra gondolni a körülöttük lévő és önmagukban kialakított világ kérdéseit. Szikszai könyve ugyanis nem válaszokat, hanem lehetőségeket, utakat mutat ahhoz, hogy hogyan juthatunk közelebb önmagunk élethintájának felismeréséhez.